Szervusztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és ez a Serious Sam 3 végigjátszásomnak a 18. része. Na, legjobb tudomásom szerint ott fejeztük be, hogy itt majd le kell ugrani, és valószínűleg nem sokára egy kőkemény összecsapás várható. Na, akkor csekkolom itt a felszereléseimet. Ja, hát elég jól el vagyunk, hát úgy veszem észre. Na de akkor... ugrás! Na ezt újra is töltjük, ezt a puskincát. Ez egy aduász, azt tuti. Kicsit még körülszaglászok itt, hát hogyha van valami mini titok, vagy ilyesmi. És most már nagyon-nagyon közel vagyunk a játék végéhez egyébként, azt már említettem az előző epizódban is, de szerintem ti is érzitek, hogy most már közeledünk. Hűha, nem jelent túl sok jót ez a sok erőteljes lőszer típus. A rakéta már annyira nem is számít erős fegyvernek itt a játék vége felé. De ez a sörétes, hú, ez ilyen sok lőszer van. Oh yes, motherfucker! Na, hányan jöztök még? Mi van, már nincs lőszerem? Hú, de jó ég! Azt hiszem, hogy ezt már megint elcsesztem, gyerekek. Na, vissza! Hát várjál! Itt van ez az izé. Eszembe se jutott, hogy van az fegyver itt van nekem. Mondjuk már nem húz ki a kakiból. Ráadásul túl forrósodott, túl hevült. Ezt inkább visszatöltöm. Ezt nagyon elcsesztem. Úgyhogy szerintem akkor ez lesz. Hogy ezt itt izomból használni fogom most. Mert hát, vagy legfeljebb a rakétát eleinte, igen. Még talán az lesz a legoptimálisabb, mert azért a sörétes, távolsági sörétest ezt nem akarom ugye ellövöldözni, mert az túlságosan értékes számomra, úgyhogy na gyertek köcsök fiúk. Úgy igaz. Úgyni. Na, erről az oldalról kijön. Igen, köszönöm szépen. Gyere te is. Jönnek a Sándorok, jönnek. Ja, eddig jó. Eddig tökéletes, mentek is egy-egy gyorsan. Na. Jó, hajt egy kis rakétát az arcába. Úgy látom, vagytok egy páran, akik rakétára éheztek. Oké, na jöhet akkor a nagy ágyú. Hát igen, ez az nagyon jó fegyver, az tény. És való. Gyerek kezébe nem való. One shot, one kill. Közben gyorsan újra töltöm. Igen, a lényeg az, hogy nem kell kapkodni, csak szép nyugodtan kell kezelni itt a fegyvereket. Így né. Meg is van oldva, látjátok? Ennyi volt. Serious fokozaton. Oké, nem szarozok. Nem takarékoskodok a lőszerrel, már úgyis nagyon a végén vagyunk.
Biztos lesz itt még bőven a lőszer. Hoppá! Na jó, akkor most már mehetünk szerintem tova. Hallok ám valamit, hallok ám. Gyere picinyem, gyere! Igen, azaz! Na, egy csomó joghurt itt van, nagyszerű. Kijárati ajtó zárva, keres egy kulcsot. Kis szaros ajtó, nem tudok átmenni. Én mindenféle robbanószerrel itt a birtokomban, meg C4 is van. Az inventorimban, de hát mindegy. Ne akadjunk fent minden apróságon, ugye? Töltsük újra a fegyverünket! Úgy bizony. Hóruk! Aztán rájöttem, néztem YouTube-on videókat, hogy nagyobb ellenségeket is ki lehet végezni közel harcban, csak meg kell őket egy picit gyengíteni. De még azt a nagy Béla bácsit is ki lehet. Egy bizonyos sebzés után egy kicsit úgy összép húzza magát, és akkor, hogyha odamész, nyomsz egy aktiválás gombot, akkor kivégzi. Letépi konkrétan a fejét, Szem bácsi. Ó, nagyszerű, megvan a kulcs! Ó, haha! Megjött a kedvenc nőstényünk. Where are you, motherfucker? De azt tudjátok egyébként, hogy készül a Sirius Sam 4? Bizonyám. Megállíthatatlanul jön. Na hol vagy, hol vagy? Jelenj meg! Nem ártana, hogyha megjelennél, azaz. Na. Gyerünk, ne légy rest, ne légy szégyellős. Na még ezt a 14 golyót beléd lövöm, aztán az már hát, hogyha elég lesz. Meglátjuk. Lehet, hogy túl távol van. Közelebb kéne mennem. Ez az pont elég volt. Zsír, viszont gépfegyverünk az úgy, ahogy van, már nincs. Úgy, ahogy van, már nincs. Szóval értedek. Jó, hát akkor visszaváltok erre, hát. És mit? Takarékoskodjak itt? Nem. Igen, szóval most már ki tudjuk nyitni azt az ajtót. Akkor menjünk és nyissuk ki. Ez az én véleményem. Ajajcs. Zsia. Igen, gépfegyverből kell van bőven. Ez mi volt? What was this? Ajaj, kis pici katonák, mi? Nem baj, jöhettek pici katonáim. Ez a TV antenna, hogy megjelenik és eltűnik, ott látjátok? Hoppa, hoppa, hoppa. Ideje komolyra fordítani a szót. It is time to get serious. Arra el lehet menni. De szerintem abba az irányba kell tovább haladni. Jó nagy pálya. Meg kell hagyni. Hát nézzük meg, mi van itt. A nagy sivatag.
Ú, és jön az eső felhő a távolba. Úgy veszem észre. Titok találva. Hát igen. Ennél jobban nem lehet kimenni. Úgyhogy futok is vissza. Ott a határ van a... Alright. Nézzük akkor, hogy milyen csecsebecsék vannak itt elszórva. Ott van valami a kocsi alatt. A kocsi mellett mi ez? Benzines kanna felvéve. Akkor mégiscsak fogok valami járgánnyal száguldozni? Eléggé kihaltnak tűnik ez a hely, de közben én azért hallom, hogy szörnyek leselkednek reánk, gyerekek. Béla bácsi, megmasszíroztuk a hátát. Na már csak ez hiányzott. Jönnek az üvöltő fenevadak. Szerencsére csak egy jött. Hát eddig fantasztikus. One shot, one hit, one kill. Izzad a jobb tenyerem. Futás lesz, futás. Sőt, már most van. Oh. Hopp, 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 hopp. Honnan jössz, honnan jössz, honnan jössz, Jóska? Igen, sokszor zene miatt könnyebb lenne amúgy ez a játék, mert jobban hallanám, hogy hol üvölt. Most is üvölt, hallom. Igen, vizuális összeköttetés kell a játék és én közöttem. Haha, hogy elkaptam mi? Kicsit hangosabban is üvölthetnél, jobban halljam. Ha nem üvöltenének ezek a ellenség típusok, ők lennének a leges-leges-leges-leges-leg nagyobb rémálmaim szereplői. Ruff. Ruff. Ú, mennyi joghurt. Plusz 10 joghurt. Elfogyasztva. Sirius szem által. Gyönyörűséges dolgot látok itt. Benzines kanna, ez ilyen. Egyszerre egynél több kannát nem tudsz cipelni. De itt gondolom, hogy valami járművet kell beüzemelni. Sprintelve egyébként ugyanolyan gyorsan futsz, mint ők. Úgy vettem észre, tehát el lehet elszaladni, nem lehet előlődni, a tempót azt lehet tartani, csak ugye sprintelés közben az a baj, hogy nem lehet lőni. Na, oké, szóval egyszerre csak egy benzines kanna, tehát akkor valóban le kell tennem a már megszerzett kannát. Azért vannak hibák a játékban, hogy rázumolva ott van az épület, nem rázumolva meg már eltűnik.
távolban én látok valamit. De az lehet, hogy csak valami hiba. Oké, megyek, már megyek. Na mindegy. Sivatagban ne nagyon kolbászolja, ebből az a tanulság. Ah, nem tudom, miért izzad így a jobb tenyerem. Ja. Szerintem azért, mert tegnap megnéztem a Reservoir Dogs-ot. Tarantinónak talán az első filmjét. És nem tetszett. Nem igazán érte el a tetszésemet. Hát valószínűleg azért, mert én ugye a későbbi filmjével kezdtem. És úgy haladtam visszafelé. Nem mondom, hogy rossz film, csak lehetett volna egy-két dolgot jobban csinálni benne. Hoppá, hoppá. Hallok ám egy Béla bácsit. Lehet, nem is Béla bácsi volt. De az volt. Mi lenne velem itt gépfegyver nélkül? Hát semmi. Valószínűleg pisztolyt használnék. Meg sörétest. Itt is egy benzines kanna. Most meg kéne találni azt, hogy hova kell ezeket a benzines cuccokat lerakni. Lehet, hogy oda? Eléggé rozog a kis kocsi ez. Nem hiszem. Ó, innentől kezdve tudom, mit fogok használni. Wheels! That should come. Glug, glug, motherfucker. Damn, looks like I'm gonna need some more. Ha. Oké. Okay. Hát akkor most már fel tudom szedni a többit is. Jól hallottam, hogy valahol valaki üvölt. Igen, nagyon fülelni kell ebben a játékban, azért nem beszélek állandóan. Várj, nem ide kellett? Ajjaj! Oké. Kaptok a pofátokra. Na. That's good, but not quite. Igen. Tapasztalom, na megyek visszafele. De jó ég! Hát ez meg micsoda! Hol vagy, Béla bácsi? Fuha! Nem egy könnyű helyzet ez. Illetve a játék érzékeli a betöltött benzines kannákat. Majdnem elkaptalak téged is? Hát ez nem igaz, ezt visszatöltöm. Ez szörnyen sikerült.
Okay. Ott van a rarék. Az volt nagyon lassú ez a kivégzés, ha egyszerre többen jönnek, akkor már gáz van. Hogy felugrott oda? Köcsög! Mennyien vagytok még? Leszik, hogy óvatosan kell bánni a benzines kannákkal. De valahányszor felveszek egyet, vagy beteszek egyet, megjelenik egy adag szörny. Ugye? Mondom én. Tankold meg a kocsit. És ezek mind, ilyenkor minden irányból jönnek? Vagy most ez hogy van? Te is honnan jöttél így elő, ha? Jézus Mária! Na, ez nagyon jól elcsesztem. Hát ez az csak életerő kéne most már Sam bácsi. Azt mondja, honnan szerzek? Lehet, hogy egy quick loadból. Jaj, Istenem. Látszik, hogy itt jobban össze kell szednem magam. Így kora reggel. Na jó. Akkor hajrá! Látom, hogy itt van egy C4-es startály, ládika. No matter. Azt hittem, hogy már elkaptam ezt a köcsögöt. Életerő kell, de nagyon durván. Na. Ennyit erről, mi? Ennyit a híres nevezetes Oscarról és a Sirius Sam kalandjairól, mi? Hát igen, kb. Ennyi. Mindjárt ki fogunk nyifanni, gyerekek. Na, már csak ez hiányzott. Életerő. Ebből jöhetne még, hogy 186 darab.
érdekes, mentek egyet. Legfeljebb még ügyesebb leszek. Ott a bika, ott a bika. Sirius bika. Ez az. Na ez már, hogy hiányzott. Oké. Okay. Come on! Ah, még mindig van. Hol vagy? Hol vagy? Hallom ám a patai dobogását. Áh! Jarappa. Na. Still gonna need a few more. Ó, és tudom, micsoda feladatok vannak itt. De hogy lehet felugrani oda? Hm? Valahogy biztosan meg lehet oldani. Csak helikopter ne jöjjön, könyörgök. Mégis mi ez a zene? Mi a célja ennek a zenének most? Ah, életerő! Ez az. Valahol valaki vadászik rám. Csak nem veszem észre. Aha! Pocakon lövöm. Hahaha! Pocak lövés van. Rakéta felszeregetés. Ha! Légió cimborák vagyunk. Láttátok ezt a reflexet? Nagyon büszke vagyok ám rá. Figyeljétek csak ezt a ezt a játékmenetet. Akartam mondani, erre pont a pofámba kaptam egy rakétát. Na mindegy, Béla bácsit mindjárt megszivatom. Ah, anyádat! Na. Erről van itt szó. Tudd, hogy hol a helyed. Egy kis pici ellenségek ellen rakétával el lehet taposni őket. Nem baj. Nem bízom a véletlenre. Meg itt most úgyis kifogyhatunk a rakétánkon, úgyhogy... Nem kell visszafogni magamat. Csak mennyi, hogy picit óvatosabban kell a rakétákat az arcomba benyelni. Ja, bírnám, hogy nagy nehezen feltöltöm ezt a szerencsétlen kocsit. És akkor végén egy rakétával felrobbantanám. Poén lenne. Hey. Na jó.
Szerintem az van, hogy lejárt az időnk, gyerekek. Tehát ez volt a 18. része a Sirius Sam 3 végigjátszásomnak. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett, akkor légy szíves, lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra. Nem sokára jön a 19. rész. Tartsatok velem legközelebb is, már nagyon közel vagyunk a végéhez. Sziasztok!